Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszönöm mindenkit egy újabb videóban. Mielőtt beleugranánk egy pár szót szeretnék mondani, egérem gyors leszek, fontos dolgok. Na, holnap elmegyek elutazni a Balatorra, szóval kicsit másképp lesznek a videók, nem igazán lesznek streamek, talán egy-két ilyenrel előfordulhat, de hogy előre felvesz videókat fogtok látni, csak szeretném szólni, szóval hogyha valami történik, akkor nem tudok ebből videót készíteni. De ö, lesznek videók, ö, minden nap egy remélhetőleg, még nem tartok ott, hogy összeraktam a képet, de remélhetőleg ez sikerül fog, és meg fogom tudni tartani. Úgyhogy ö, minden nap lesz videó, nem minden nap ezen a csatornán, tehát például nem volt videó tegnap, viszont a Zsombiszarka Szarka csatornán volt videó, valamint a Zsomac Clips csatornán is volt videó. És ha esetleg érdekel az, hogy kérdezfelekben milyen kérdésekre válaszoltam, akkor elmondom a Zombie videót, ha meg még több rossz lesz, vagy külön, csak meg a Zsomac Cliff szerep, mindenféleképpen fel. Link a leírásba mind a két ö, a csatornához meg a videókhoz, úgyhogy ezt szerettem volna előjáróbb elmondani. A, a ZsomaSkipsen is lesz tartalom mindig, ameddig ki tudom tolni, meg a Zsombiszarkán is lesz még egy uh, elég OP, elég durva videó, úgyhogy azt is érdemes majd uh, csekkolni. Na de akkor foglalkozunk is a mai videó témájával a rajzversenyen. A rajzversenyem a Zsomac első Brawl stars rajzversenyen, mert hát egy több mint egy hónapja volt, június 9-én írtam ki ezt a rajzversenyt tulajdonképpen, így is egyébként elég a csúszással, és nagyon durva rajzok készültek, azt kell, hogy mondjam, viszont ugye csak három ember kerül díjazásra, Megfogadtam a sok tanácsotokat, amiket adtatok egyébként, és elképzelhető, hogy egyszer valamikor fogok még egy ilyet csinálni. Nekem nagyon tetszett, én nagyon élveztem ezt az egész rajzversenyt, és tök jók voltatok, és nagyon azokat ö, rajzoltatok, és nagyon szoros volt a verseny, és szerintem megérdemelt emberek nyerték meg ezt az egészet. Miután átártunk magunkat a top 5 helyzetem, valamint azon, hogy milyen kis sztori fűződik még ez az egészhez, szeretném bemutatni a kedvenceimet, így a videón keretein belül, ugyanis azt gondolom, hogy azért ezek érdemelnek egy kis figyelmet mindenféleképpen. Ugye a menete úgy volt ennek az egész rajzversenynek, hogy én közvetettem a videót, ugye június 9-én, mint említettem, itt a minden leírásban tulajdonképpen, ugye Brawl Stars Merch Boxot nyert az első helyzet, aztán 170 gem és 80 gem. Az első forduló után tulajdonképpen mindenkinek, illetve a top 100-nak a képét feltöltöttem a Facebookra, és sajnos csak két posztban tudtam, ezt megtenni, mert csak 80 képet lehetett egy posztba kitölteni, ez június 23-án volt mind a kettő. nagyon durva, hogyha megnéztek, 50 000, 50 ezer 000 ember fölött ért el ez a poszt embert, ami eszméletlenül durva a Facebookon, pláne az én oldalamhoz képest, úgyhogy nagyon-nagyon durva. Mindjárt át fogunk menni ezen egyébként, de először meg szeretném nektek mutatni a top 5-öt. alapján a másik fordulóból ez a kép kapott a legtöbb lájkot, László Kistől. 971 lájkot kapott ebben a fordulóban egyébként. Aztán a másik tovább jutunk, Puskás Leticia volt ezzel a csodálatos uh, képpel, amit egyébként az Instagramomban szeret, és eszméletlenül durva egyébként, nekem nagyon nagyon tetszik, ez a személyes kedvencem egyébként, hogy ezt Puskás Leticia rajzolta, ezen felül uh, Berkelizet jutott be a döntőbe, ezzel a bórajzal, ezt mondjuk most őszinte leszek, srácok, nem tudom, hogy jutott be a top 5-be. Nem egy rossz rajz, de nem a top 5-be való a többi rajzhoz képest. Aztán, uh, ahogy láthatjátok, Várodvari Fanni is bejutott. Ezt sem értem pontosan, hogy uh, Fanni rajza hogyan jutott be a top 5-be. Egyáltalán nem lehet rossz Fanni, nem erről beszélünk, viszont ennél sokkal jobb uh, uh, rajzok voltak. És végül, de nem utolsó sorban, Farkas József uh, rajza jutott be a top uh, 5-ben. És... Uh, Tulajdonképpen ez lett a top 5, nagyon-nagyon jó képek lettek. És ezután érkezett ugye, a rajzverseny eredményhirdetés, amit Báni, mint láthatjátok, Puskás Letícia rajza lett az első, ugye ettől több mint ezer like érkezett rá, szerintem teljesen megérdemelte. Ő nyerte a Brawl merchboxot, amiben a spike-os van, meg a GEM, meg minden. E, tulajdonképpen, és a legjobb dolog az egészben, hogy nem is magának nyerte e, Letícia, hanem a kisöcsének e, rajzolta. A kisöcsém miatt rajzolta meg ezt az egészet, és nevezett a versenyre, hogy a kisotse megkapja ezt a Brawl csomagot, és Letícia szerintem a Brawl Stars univerzumban az év tesója díjat mindenféleképpen neked adnám. Le a kalappa, nagyon király lett a rajzod, és hát ezt mert ezt jó, még jobban kedvelem egyébként ezt a rajzot, mert ott vagyok én rajta, meg ott van a Brawl Stars és minden, és ah, nagyon-nagyon király lett. Szóval ez lett az első a versenyen. A második helyezett lett tulajdonképpen... Ö, Shadow Teamnek vagy László Kisnek a rajza, ez is szintén nagyon tetszik. Tehát ott vagyok én a Brawl Stars karakterekkel, és egy nagyon kreatív, nagyon-nagyon jó rajz, megérdemelte lett egyébként a második. Egy pici két halványnak gondolom egyébként, ezzel, hogyha javítottál volna László egyébként, akkor lehet, hogy még a top 1 is meg lehetett volna, mert egyébként jó, az ötlet is jó, a rajz is jó, viszont nem dolgoztat ki annyira, nem színezted meg erős színekkel, vagy lehet egyébként élőben egyébként tök éles, de valahogy képen nem adja át, szóval gratulálok állok a második helyhez egyébként, László, neked is. És végül a harmadik Farkas Jócó lett, vagy Farkas József, ezzel a zsomac portréval, és mielőtt megnézzünk a többit, először is nagyon jól lett Jocó, és azt mondta, hogy el szeretné nekem majd küldeni postán vagy valahogy, ha már itt postánál tartunk, gondolkoztam azon, hogy nyitok egy, igen, úgy, mint Ruben, mielőtt valaki mondaná, tehát, hogy meg nem csak Ruben, nem külföldön, sok mindenki, egy ilyen P.O. boxot, ahova küldhettek leveleket, rajzokat, fanartokat, bármit, amit szeretnétek, szóval, hogy esetleg erre lenne-e igény, erre kíváncsi vagyok, ezt írjátok le kommentbe, hogy ha esetleg szeretnétek-e nekem bármit küldeni, nem kell, csak, csak érdekel, hogy szeretnétek, és hogy van-e erre igen, egy ilyen, uh, hát postaládát, ilyen, amit nem tudom, a postám, ezt nem be Nem tudom, azt tudom, hogy működik, de én azt mondom, hogy mi tudtok nekem bármi hülyeséget küldeni, és aztán ezt streambe nyitom, vagy bármi. Ha erre van igény, akkor ezt jelzitek nekem kommentbe. És ami durva egyébként, hogy Jocó, plusz információ, Farkas József, Jocó, volt ennek kedves, és felállított a saját jelenményed szerinte a két legtehetségesebb rajzonok. Tehát ő harmadik lett, az 80 gemet nyert volna, viszont felajánlotta ö, két másik embernek, akik fejenként 30-30 gemet ö, kapta. Magyar László a gold meg a król sajt, valamint Denis aki Leon és Sharklionos rajzot. rajzot kapnak, fejenként 30-30 gemet, elfogadják a harmadik hely felosztott nyereményét. Szóval József felajánlotta a saját nyereményét, amit harmadik helyen nyert, két másik embernek, emberségből jeles, imádlak titeket, csácsok, és József Eszméletlen jó fej vagy egyébként, hogy így döntöttél. És nagyon kedves, hogy ezt e, hát e, így döntöttél, hogy másoknak, akik szerinted jobb a rajzuk. Oda, de egyébként szerintem nagyon király volt, és te is tökéletesen megérdemelted volna ezt a nyereményt, de tökéletes vagy tényleg, hogy e, ilyet megtettél másokért. Megmutatom ezt a két rajzot. Ezen lenne Denisa Mányának a Dupla Lionos rajza, eszméletlen rajz lett. Ez az egyik rajz, akinek a Jócó felajánlotta a nyereményét. Ez amúgy az egyik személyes kedvenc rajzom, azt kell mondjam, nagyon király lett. Uh, úgyhogy uh, úgyhogy gratulálok a 30 gemethez Megkapta ki mindenki már a nyereményét, tehát a merch boxot is megkapta a uh, kisöcsi, a gemeket pedig megkapta mindenki, aki neki való. Ezt most azért nem mutatom meg csak videóban, mert ugye akkor más fiók erre vagy igazából beléptem, és úgy vettem meg nekik a gemeket, szóval ezt nem akarom videóban mutatni. Nyilvánvalóan, úgyhogy uh, ő... Mána nyerte az egyik 30 gemet így. Ezen pedig a másik rajz Magyari Lászlótól, ez a Gold Mac a rajz, ami igazából így ugye Jocso által nyerte meg azt a 30 gemes nyereményt. Ez is az egyik személyes kedvencem, nagyon kidolgozott, nagyon profi rajzot láthatunk egyébként, mindjárt mondom Magyari Lászlótól csak valamiért az itt beakadt. Szóval nagyon ügyes vagy, te is megkaptad már ugye a nyereményedet, és eszméletlen ez a rajz, eszméletlen. De akkor így a videó vége felé nézzük meg az én személyes kedvenceimet, hogy melyek azok a rajzok, amiket én biztos, hogy tovább jutottam volna. De egyébként az összes létező rajzot átnéztem egy livestream, illetve több livestream keretein belül a Facebookon, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor vagy a Facebookon, vagy a Zsomacvó csatornán ezeket meg tudja nézni, mire mindegyik rajzra elmondom tulajdonképpen a véleményemet, úgyhogy ezeket érdekes, érdemes, Csekkolni, hogy érdekel, hogy mi a véleményem a te rajzodról. Úgyhogy nézzük meg a kedvenceim! Na, nekem egyébként az egyik, hanem a személyes kedvencem, amit egyébként külön díjjal én juttattam tovább a második fordulóba, Péter Horváth rajza. Ez egy ilyen zsomacos, crossover. Nagyon epikus lett, nagyon-nagyon epikus lett. Sajnos így a top már nem tudott bejutni, viszont nekem nagyon tetszett ez a rajz, és így ezért továbbzatta a második fordulóba. Nagyon tetszik Péter, még mindig az egyik kedvencem. Ezen felül a másik, ami nagyon-nagyon tetszik, Szülcs elődnek a rajza, amin szintén én vagyok található egy ilyen kis brawlszerszos háttér előtt, egy kis showdown pálya, kis karakterek, kis zsomac logó, nagyon tetszik Stars-os felsővel, nagyon menő lett, és amúgy a hajam kifejezetten tetszik, pedig az elég nehéz megrajzolni, és nagyon kreatív, nagyon egyedi, és nagyon jó lett ez a rajz szerintem, ez is az egyik kedvencem lett, ott van GM mellett egy kis ember, szóval így nagyon-nagyon nagyon tetszik, de viszont akinek esetleg nem mutatnám meg a rajzát, az nem azt jelenti, hogy rossz a rajz, csak nem tartozik bele mondjuk így a top 10 kedvencembe, vagy ettek. A következő eszméletlenül epikus rajz Váradi Kristóf Gujdótól uh, van, ahol egy uh, showdown mérkőzést uh, mutat be tulajdonképpen, ahol éppen megöltem crow viszont közben már jön a Spike, jön a Shelly, a Superrel a Bokorból, közben repül az LP jön a Dynamite. Ez is annyira kreatív, és annyira tetszik ez a rajz, hogy hihetetlen, hogy látszik, hogy pont megöltem Pro 13 Nevű játékost, és nagyon-nagyon durva, és nagyon egyedi, és kidolgozott rajz, nagyon kreatív, és ez is az egyik kedvencem. Nagyon sajnálom ezt is rajzot is egyébként, hogy nem jutott be a toppoldba, pedig szerintem ez a rajz is kifejezetten megérdemelte volna. Boginak a rajz az egyik legaranyosabb lett egyébként, ez is nagyon tetszik. Ez uh, talán a legaranyosabb uh, rajz az összes közül. Aztán Déli Dóra uh, Barbarának a Lionos uh, rajz is nagyon-nagyon tetszik, ez volt az egyik a Live-nak az indeszképén. Nagyon érdekes, nagyon jó kis uh, technikával lett rajzolva, Egyébként meg a háttér nagyon tetszik, ez a kis pöttyöcskék rajta, és, és nagyon jó, és tök jó ebbe a környezetbe hogy beleraktad, sokkal dob rajta nagyon. Gyuris Leventer az rajz, és eszméletlenül királyos sikerült, ugye ez a sivatagi környezet megint, viszont itt az egyiptomi rész, ugye, a alhoruszbó, meg, meg ugye a, a rógmortisz, meg ezek az kinek lelnek otthont tulajdonképpen. Nagyon kreatív lett ez a rajz is egyébként. Itt gondol a a Carl, itt hajózik a vízben, látszik, hogy te is nagyon jól tudsz rajzolni. Egyébként a pálmafánnak a kidolzogozottságán is látszik, hogy mennyire jól tudsz színezni, és hogy mennyire öm, jól tud ezeket megvalósítani. Nekem ez is nagyon-nagyon tetszik. Bár ugye sok közöm nincsen egyébként a rajzolás, de azért meg tudtam állapítani egy rajzról, hogy tetszik-e vagy nem, szóval ez igazából csak a saját öm, egyéni véleményem az adott rajzokról például ez a Szentai Szófiának a digitális Piper rajza, ez nagyon tetszik. A digitális azok közül szerintem nekem ez volt a kedvencem, ugye pláne Piper a kedvenc karakterem, és nagyon aranyos, nagyon király, és annyira egyedi, kiri a többi közül, és, és tényleg nagyon jó lett, úgyhogy uh, gratulálok ez a nagyon király digitális rajzhoz. A következő rajz is szintén külön jutott tovább, Csipk és rajzolta, ez ugye a Brawl Starsnak most már nem az új, most már az előző ugye kezdő kijelzője. Ezt a rajzot is külön jutottam tovább, szóval ez a rajz sem jutott volna tovább, hogyha nem jutottam tovább sajnos. A, top 5-be sem került be sajnos. Tehát konkrétan egy per egy mása a kezdő kijelzőnek, ugye amint láthattok és a brólerek ott körben nagyon tetszik, talán annyi kritikát mondanék csak, hogy ott a brólerek körben nem ugyanakkor a négyzetekben vannak és kicsit ilyen össze-vissza, Ugye a jobb oldalt elkezdted aztán bal oldalt szerintem bepánikáltál, hogy nincs elég hely vagy nem tudom és ezért uh, lett így megoldva, viszont nekem nagyon tetszik, eszméletlenül jó lett ez a rajz kifejezetten eszméletlenül jó, ráadásul ugye közepén a festés, szóval mondjuk, a, az is jó lett, azt ugye festménynek hívják, de hogy nagyon tetszik, és nagyon kreatív, és eszméletlen durva megvalósítás. Én egy egyenes vonalat nem tudok rúzni, ti meg így gyereket <laughs> rajzoltok. Tévedtem, a digitális rajzok közül ez volt a kedvencem, bocsánat, ahol ott található vagyok én középen, aztán itt van egy kis Jesse, Nita, Penny, Sandy, Poco, Mortis, ez Eszternek a rajza, digitális rajza, nagyon királyát látszik, hogy ott ülök a szobába és a Brawl stars és körbevesznek a Brawl karakterek, amik eszméletlenül élethűek egyébként, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal, szintén látszik, hogy rengeteg munka van benne, kicsit ilyen Harry potter esre sikerettem, de nagyon tetszik egyébként ez a rajz is, ez sem jutott sajnos tovább, pedig ez nagyon-nagyon közel volt énhez a továbbjutáshoz, de valami eszméletlenül menő, kreatív, és, és, és digitális rajz, ez nekem még egy plusz pont a rajz fölött, nem tudom miért egyébként, de nagyon tetszik. Huszár Liliana rajz, és nagyon tetszik egyébként. Ez is egy, hát egy korábbi képemről lett mintázva, ha jól tudom. És ott van mellette még egy kis pár denevér, Piper, Lion, meg ilyen menő kis rajzok körülötte, hogy még jobban feldobják a rajzot. Sikerült feldobni egyébként. Itt is a, ugye a hajam nagyon jó lett, és ez a fekete fejes stíluségként nekem nagyon tetszik. Az árnyékoláson látszik egyébként, hogy mennyire értesz hozzá, meg azó, hogy mennyire realisztikus az egész, úgyhogy Liliana neked is hát le a Azt hiszem a képviségi versenyt ez a nyerte mindenféleképpen, ez egy Jomaclion. Ne nézzétek sokáig ezt a képet, mert veszélyes, úgyhogy Tovább. És végül, de nem utolsó sorban ezt a kis gélecskét, uh, Merchant Guild pontosabban emelnem ki Fekete Zsombortól, akinek eszméletlen király lett a rajza, ez is nagyon tetszik. És ez lenne az utolsó, amit így külön kiemelnék a videóban, de a Facebook oldalon az összes rajzot megtaláljátok a top 100 illetve a többit pedig a hashtag Zsomac rajzverseny hashtagnél a Facebookon és Instagramon megtaláljátok. Szóval nézzetek körül, nagyon sok nagyon jó rajz lett egyébként. Ezen felül köszönöm mindenkitől az eszméletlen nagy támogatást a verseny alatt, és ezt a sok csodálatos rajzat. Tehát soha nem gondoltam volna, hogy uh, csinálk egy ilyen rajzot, és ennyire király és ennyire durva rajzok fognak születni. Nagyon szépen köszönöm, eszméletnek vagytok, le a mindannyiótok előtt, és remélem azért, hogyha nem nyertél, akkor sem uh, vagy szomorú, mert uh, szerintem ennek mindig a jó oldalát kell nézni, tehát mindig azt kell nézni, hogy részt vettél egy meg hogy uh, megnéztük a rajzunkat közösen livestreamen belül, csináltam ebből egy videót, úgyhogy szerintem remélem, hogy azért mindenki aki részlet a, a rajzversenyben, egy mosolyal zárta ezt az egészet, és nem azzal, hogy, jaj nem én nyertem a francba, meg annak is örülnék, hogyha más uh, nyert valamit, ugye? Uh, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, nekik, hogy megnéztük ezt a videót. Uh, ha bármi tippetek, tanácsotok van még ezen felül rajzverseny a kapcsolatban, mert, mint említettem a videóban, lehet, hogy fogok még csinálni, akkor ezt nyugodtan hagyjátok le a komment szekcióban. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, nekik, hogy megnéztek a videót, tetszett hogy egy lájkot, fel, ha még nem vagytok, és találkozunk akkor a következő videóban ha minden igaz. Vagy live streamben. Sziasztok!